12 éve vagyok a pedagógus pályán, testnevelő tanárként végeztem, majd szakvizsgáztam, közoktatás vezetőit végeztem, illetve egyetemi képzést szereztem meg az elmúlt tanévben. 7 éven át, az elmúlt 7 évben intézményvezetőként dolgoztam Császár településen egy kis település iskolájában. Igazából is, ugye testnevelés szakkal rendelkezem. Sok mindent lehetne felsorolni, pedagógiailag, módszertanilag, pedagógiai színvonalilag nagyon jó szintet kellene megütnünk, és meg is ütjük, én azt gondolom, de mindig van hova fejlődni, ezen vagyunk, és természetesen a keresztény értékrendet azt maximálisan betartva, lelki gyakorlatokon át, hittanórákon gyakorolni, és minél jobban megszilárdítani, és hozzásegíteni a tanítványainkat. Ez a legfontosabb, azt gondolom. Hogyha nézzük a következő éveket, mit tervez, milyen lépéseket tervez? Az első feladat az, hogy megismerjem az intézményt. Ehhez azért időre van szükség, hiszen én egy újként, egy külsősként érkeztem az intézménybe. Ez biztos, hogy sok időbe fogunk tárlani, de közben mindenképpen el kell kezdeni a jövő építését, amit már el is kezdtünk. Az első feltérképezések után megalakítottuk a szülői munkaközösség tagozatát, a diák önkormányzatot, hiszen szeretném, hogyha minél szorosabb kapcsolat alakulna ki a szülők, diákok és a pedagógusok között. Ez mindenképpen az intézmény javát szolgálja. Úgyhogy ezek a legfontosabb lépések. Szó van testvériskolai kapcsolatok kialakításáról, több irányba, több külföldi, külhoni intézmény kapcsán, úgyhogy ezeket próbáljuk egyelőre kialakítani és megvalósítani. Mit gondol, mi kell ahhoz, hogy egy diák egykor majd büszkén elmondhassa, hogy ő prohászkás volt? Mindenképpen kötődés. Éreznie kell azt, hogy fontos az intézményben, fontos szerepet tölt be. Ehhez nagyban hozzájárulni, azt gondolom, a diák önkormányzatban való részvétel, hiszen a diák önkormányzatnak minden diákunk tagja. Az más kérdést, hogy vannak delegáltok, akik az ügyvívő szerepet vállalják be. És szó van itt öreg diák találkozó létrehozására, hiszen 25. tanévünket kezdjük meg, tehát jubilálunk, és ennek apropójaként már tavaly is felvetődött, de ebben a tanévben mindenképpen szeretném megszervezni a találkozót. Nagyon fontos a kötődés, és tényleg az, hogy felelősséget érezzenek az intézmény iránt, akár általános iskolai vonatkozásban, akár gimnáziumban, és fontos a kapcsolattartás. Hogy attól, hogy elkerülnek az intézményből bármelyik korszakban, attól még ők prohászkás diákok, és mindenképpen kötődjenek az intézményhez felnőttként, kis szülőként, családapaként, családanyaként, akár nagyszülőként. Több projekt valósul meg, leginkább és elsőlegesen a mindkét a gimnázium és az általános iskola épületének teljes belső korszerűsítése, akadálymentesítése és új óvodaépület kialakítása, valamint a két iskola épület összekötése a közlekedés szempontjából egy fölüljáróval. Éppen tegnap volt egy tervezői bejárás, tehát most már egészen előre haladott állapotokban vagyunk, és folyamatosak lesznek még a tervezési előkészületek. Egyelőre itt tartunk. A másik projekt pedig egy tóna csarnok építése, amely még az előkészítő munkálatokban tart, vagy előkészítő munkálatoknál. De 2022-ig a legjobb tudomásom szerint meg kell valósuljanak ezek a projektek. Mondjuk, hogyha 5 év múlva találkoznánk, és ismét egy interjút készítenénk, akkor mikor lenne elégedett? Hát mindenképpen, hogyha ezek a projektek megvalósulnak, és birtokba tudjuk venni, hiszen nagyon nagy szükségünk van rá, felújításokra és a tornacsarnokra is. És azt gondolom, hogy ha szépen lassan, lépcsőfokonként tudunk előrelépni minden egyes projektben, minden egyes elképzelésben, és meg tudjuk tartani, illetve egy kicsit talán tudjuk növelni a színvonalat és a szintet, akkor mindenképpen elégedett lennék. Működőképes, nagyon jó működőképes iskolát, óvodát, intézményt szeretnék.